48 pontot illettetek a zsűri szavazás alapján az abszolút győztesek, és Rózsa Magdi sikerült megringatnotok, úgyhogy ez abszolút győzelem, úgy gondolom, szerintetek. Most nyugodtan a szót. Hát én szerintem ez nagyon-nagyon nagy siker egy énekes életében, hogyha sikerül olyan szinten átadni a dalának az üzenetét, hogy az másokat megérintsen, szerintem ez nagyon nagy dolog, és nagyon boldogok vagyunk, hogy a zsűri ilyen nagy bizalmat szavazott nekünk, és a legtöbb pontszámot mi kaphattuk, azért köszönjük nekik. Én is úgy gondolom, hogy amit elterveztünk, az abszolút sikerült megvalósítani, és még olyan pluszok jöttek hozzá így a színpadon, amire nem is gondoltunk volna, és igazából, hogy egy ilyen szakmai zsűritől ilyen véleményeket kapunk, és ilyen magas pontszámot, hát ezt abszolút nem gondoltuk volna, úgyhogy nagyon köszönjük nekik is. Én köszönöm Szilvének is, hogy ez ennyi megvalósulhatott, és hát... Hát azért már Voice-ba is volt egy hatás, amikor duettet énekeltetek, tehát hogy azért lehetett számítani, de az most is összejött. Én úgy éreztem, hogy akkor magasra raktuk nagyon a lecet, viszont ezt úgy érzem, hogy sikerült megugrani és még feljebb rakni. Úgyhogy ennek nagyon örülök, hogy ennek ilyen hatás lett. Azt fejtsétek ki nekünk, légy szíves, hogy ugye mondtad még délután, hogy messze raktok egymástól, és a neten tudtatok csak próbálni ezt, hogy oldottátok meg. Hát igazából úgy, hogy nagyon, nagyon keveset tudtunk találkozni. Ugye nekem is voltak elfoglaltságaim, viszont most a héten azért volt arra alkalom, hogy itt a próba folyamatokban is azért aktívan észrettünk, és hát minél több időt azzal töltöttük, hogy a dalt kigyakoroljuk, de emellett mi azért emellett is gyakoroltunk, tehát most itt a stúdión kívül is, úgyhogy hát úgy érzem, hogy nem volt hiába, és hát megérte ez a munka. Itt beszéltünk meg a vokállal, honnan jönnek. Nem, innen jöttünk rá. Szia Zoli, 37 pontot kaptál az 50-ből, felemás kritikák, hogy értékeled magadat? Hát én meglepődtem, én nagyon azt gondolom, hogy nem tudom, azt hiszem 50 a maximális igen. Pont, ugye? Azért nincs messze az 50-től, tehát 13 pont hiány. Én nem gondoltam volna, hogy ennyi pontot kapok, úgyhogy... Főleg, hogy első vagy, nem is lehet nagyon belőni ezeket a pontokat, hogy mennyire lesznek elegek. Hát igen, elsőként azt gondolom, bár nem tudom, hogy a többiek majd mennyi pontot kapnak, de elsőként azt gondolom, hogy elég jó pontokat kaptam a zsűritől, és hát nem csak pontot, hanem ugye nagyon jó építő kritikát is, és nagyon sok jót. Ámos. 38 pontotok lett, vagy értékelitek? Nagyon örülünk, és nagyon örülünk, hogy így szétdicsérték a nótánkat. Mondtátok, hogy más stílus, akkor azért szerint bejött. Igen. Egy üdeszínfolt vagyunk itt ebben a versenyben, és nagyon jó itt lenni. Akkor most már továbbjutás is felmerült bennetek? Persze, szeretnénk minél többször előadni a Játszd újra című slágerünket. Szia Gergő, te kaptad a legtöbb pontot, magasan a legtöbb pontot, mennyire értékeled magadat? Hát egyelőre ez jó volt. Hajrá Gyurcsik! Szuper voltál! Köszi! Hát az az igazság, hogy remélem, hogy azért fejlődök még, ha esetleg tovább jutok a következő fordulóra, akkor még lesz időm fejlődni, de nagyon elégedett vagyok a produkcióval, szerintem volt egy olyan meghitt hangulata, ami egy kicsit szakrálisá tette ezt a dolgot, és ezt szerettem volna elérni a dallal, mert számomra azért ezek az érzelmek tényleg hitelesek. Na most meg el is elvált az, hogy tovább juthatsz is, akár? Hát, majd meglátjuk. Ez egy vidám, egy jó produkció volt olyan, amilyet megálmodtunk, és meg, tehát, hogy meg volt annak a sok munkának a gyümölcse, hogy szerintem jól sikerült, és boldog vagyok, hogy végre meg tudtuk mutatni az embereknek. Látsz esélyt arra, hogy tovább is juthatsz a döntőbe? Én látok esélyt, hiszen itt vagyok a legjobb 10 között, már mint legjobb 30 között ebben a műsorban, úgyhogy még az is megeshet, hogy tovább jutok, de én elégedett vagyok ezzel a teljesítménnyel, amit nyújtottunk ma. Azt az értékelést kaptad a zsűritől, amit vártál, vagy azért többet vagy kevesebbet adtak? Hát nézd, ha jól emlékszem, akkor ez a 35 pont, ez a Holt versenyben a legkevesebb, amit adtak, úgyhogy én megmondom őszintén, hogy ennél kicsit többre gondoltam, de nem mondom azt, hogy olyan nagy esélylatolgatásban mentünk volna, amikor neveztünk a dallal, úgyhogy örülünk, hogy itt lehetünk. És ilyenkor nem alakulnak itt a háttérbe feszültségek, hogy te 2 ponttal többet kaptál, te ennyivel többet?
Szerintem nem. Tehát ilyen dolgok itt nincsenek. Sziasztok, background! 35 pontot kaptatok. Mennyire éreztétek jól magatokat? Hogy értékelitek? Jól éreztük magunkat, Matyi. Jól éreztük magunkat, abszolút. Zsűri, milyen kritikát adott nektek? Mert mi hátul nem nagyon hallottuk, csak láttuk a pontokat. A pontok alapján nem olyan kritikát kaptunk. A kritika jó volt, pozitív kritikákat kaptunk, a pontszám pedig 7-es volt. Mindenki részéről. Részéről. Hát azt gondolom, hogy ez így az elején nem is olyan rossz. Vagy ti ezt, hogy Hát megmondom őszintén. Igazából több reménykedtünk, de akárhogy is nézzük, szerintem tök jó, hogy itt vagyunk. Úgyhogy... Igen. Bármi is lesz, ez már is nagyon jó. Hogy ti itt vagytok, és pihenjetek, érezzétek jól magatokat. Köszönjük. Sziasztok. Köszönjük. Szia, Tibi. 41 pontot kaptál a zsűritől. Hogy értékeled? Tetszett a zsűrinek a dal, ugye pozitív kritikákat kaptál, egy valami nem. Ez mi? Hát ez a repbetét, és azt kell róla mondanom, hogy ez a repbetét igazából angolul készült el, és a pályázat miatt, mivel hogy csak magyarul adhattuk elő a dalt, ezért mi úgy gondoltuk, hogy az a dal attól olyan a mondani valójában is, lehet, hogy ha másodszorra majd eléneklem, vagy sikerül továbbjutni, akkor majd másodszor talán többet tudod, jobban oda tud figyelni majd a közönség, meg a zsűri is, és meghallgatja azt a rövid néhány sort, azt a repbetétet, hogy miről szól, és azt fogja mondani, hogy mégis kell bele. De megfogadom a tanácsukat, remélem, hogy a következő produkcióval újra sikerül előadni a dalt, és akkor majd még valami többet adunk a színpadon. Most a zsűri szavazaté alapján a második vagy, úgyhogy sok sikert kívánok, és reméljük, hogy tovább jössz. Nagyon szépen köszönöm. Kiszáradtál, gondolom, nagyon jó volt az előadásod. A zsűri nagyon megdicsérte, és 45 pontot kaptam, mivel a zsűri szavazaté alapján biztos továbbító vagy. Hogy érzed? Én ezt nem gondoltam volna, és én nagyon izgultam, és teljesen próbáltam elengedni azt, hogy szakmailag milyen lesz. Én abszolút arra próbáltam koncentrálni, hogy a dalnak átjöjjön a tartalma, és nem volt könnyű, mert annyira izgatott voltam, hogy teljesen kiszáradt a szám, de úgy éreztem közben, hogy nem járok rossz úton a dal előadásában. Remélem, hogy ez kívülről is úgy hangzott, mert belülről egészen más. Én nagyon jól éreztem magamat, mert kiváló énekes kollégákkal álltam a színpadra, de nyilván belülről egészen más. Tehát amikor én azt vissza fogom nézni, akkor valószínűleg nagyon kritikus leszek magammal. Nekem személy szerint tetszett az előadásod. A Jenő azt mondta, Csiszár Jenő azt mondta, hogy mainstream volt, ennek ellenére tetszett neki te ezt a kommentet, hogy értékeled? Szerintem ő elválasztja a kettőt, és azt mondja, hogy nem a kedvenc zenei stílusa, de van annyi tapasztalata, hogy meg tudja állapítani, hogy egyébként azon a stíluson belül, amit ő nem szeret, azon belül tetszene el neki, hogyha szeretné. Te voltál az első, aki 10 pontot kaptál, nem is egyet, hanem egyszerre kettőt, a Valko Csabitól és a Rúzsa Magditól, és nagyon dicsérték a dalodat. Köszönöm szépen. Hát nagyon örülök, mert én nagyon hittem ebben a dalban, és nagyon szerettem ezt a dalt, és hát minden reményem abban volt, hogy majd a nézők is, vagy a zsűri is szereti. És most jöttem kifelé, és mondták, hogy örüljél már egy kicsit, és mondtam, hogy örülök, de belül. És akkor eszembe jutott, hogy annak idén, amikor én tornász voltam, és ugye a verseny végén eljutottam a dobogóra, hogy akkor is ott ültem, és nem tudtam, vagy álltam, és nem tudtam igazán mosolyogni, mert addigra annyira fáradt voltam, de belül persze nagyon örülök, és most drukkolok a Gergőért, hogy közönség beszavazza őt, meg a Gyurcsik Tibiért, meg a Fehér Zoliért. Igen, hogy a zsűri véleményével mennyire értesz egyet magadon kívül, hogy téged ugye tovább jutottak, de a többiekre adott pontszámok alapján. Hát amennyit én tudtam nézni, mert ugye 2-3 produkciót nem láttam, mert akkor már készülni kellett, én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon objektív, és nagyon-nagyon jól mondják azt, amit mondanak, én sem mondanék mást a helyükben.